A rendezvény a színház teremben vette kezdetét, ahol a társulat Mátyás király és udvara című előadását tekinthették meg a megjelentek. A program a bálteremben köszöntőkkel folytatódott tovább. Facsar András, az intézmény vezetője elmondta, hogy az alapítvány évek óta kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a fiatalok körében a szakmához jutás segítse. Emellett számos olyan program lehetőséget kínál, amellyel a diákok életét színesíti. Évek óta nagyon fontos, és maga az alapítvány is azért jött létre, hogy a szakmához jutást segítse. Segítse az iskolát, segítse az oktatókat, segítse a tanulókat ahhoz, hogy elérjék a szakmát, hogy a kezükbe tartassák a papírt, és utána az életben elhelyezkedhessenek, és ehhez minden segítségre szükség van, de emellett a sporttevékenységekhez, a kulturális tevékenységekhez ben is fordulhatunk a Szaki 2000 alapítványhoz, amely mindig igyekszik támogatni a tanulókat, az oktatókat és az intézményt. Évek óta a szakmai képzőhelyeknek a fejlesztésére gyűjtünk, de mindig van olyan speciális dolog, ami igényli a pénzt. Most nyilvánvaló, hogy a különböző szakmai versenyekre tanulókat segíteni. Vannak hátrányos helyzetű gyerekek, akik nem mindig tudják megfizetni azokat az összegeket, amelyekre szükség van. De emellett ugye a különböző képzőhelyekhez gépeket vásárlunk, a szoftvereket vásárunk, amelyek a modern technikai eszközök modern tanulást lehetővé teszik, úgyhogy elsősorban főleg ilyen eszközfejlesztés. A továbbiakban arról is szólt, hogy nagyon fontos a mai világban, hogy jó szakembereket képezzünk, hiszen mind az országban, mind pedig a szűkebb környezetünkben is létfontosságú a mesterek jelenléte. Hogyha végig gondoljuk, hogy milyen nehéz ma szakember találni, és milyen nehéz ma jó szakember találni, akkor a kérdés meg van válaszolva. Ma látjuk, hogy nagyon nehéz ilyen munkaerőhöz jutni, vagy hogyha éppen valamit felújítunk, vagy építkezünk, vagy valami készül, akkor körbe kérdezzük egymást, hogy ki tud jó asztalos, ki tud jó könyves, ki tud jó festőt. Lehet, hogy meg tudjuk mi magunk is csinálni, de az nem olyan. Nyilván, hogy mi is ki tudjuk pingálni a lakásunkat, tudunk esetleg kis járdát fabrikálni, de bízunk ezt a szakemberre, és megéri, hiszen akkor nem kell a javításba is külön költséget ölni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szakemberekre ma Magyarországon szükség van, a mindennapi élet és a gazdasági élet is értük kiállt. Fodor Csaba, a Szaki 2000 alapítvány kuratóriumának elnöke, a jelenlévő köszöntése után Pesti Tiborc az alapítvány alapítójának gondolatait idézte. Az este folytatásában pohár köszöntőre került sor, ahol dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelősügyi miniszter, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, valamint Szepesi Tibor polgármester szólt a megjelentekhez. Szepesi Tibor Karcagváros polgármestere elmondta, hogy amikor egy bál szerveződik, akkor mindig mögé kell, hogy álljon valamilyen közösség. Egy olyan közösség, amely különböző célok mellett szerveződik, ilyen a szakma, a szaki alapítvány is, amely, ugye hallottuk a megnyitóban is, hogy több évtizeddel ezelőtt azért jött létre, hogy a szakmát tanulni vágyókat, azokat a diákokat, akik akár hátrányos helyzetűek, nem tudnak olyan családi körülmények közül kikerülni, őket is tudják támogatni, hogy megfelelő szakmai végzettséget, képzettséget tudjanak szerezni. Kicsit jobb szituációban lévő társaikhoz hasonlóan olyan munkahely, lehetőség kerüljön az ő látókörükbe is, amelyet aztán hosszú távon ki tudnak használni, családot tudnak alapítani, és meg tudják alapozni az életüket. Ez a bál erre jött létre, a mai bál, és hát természetesen, amikor más-más közösségek tartanak a városban különböző jótékonysági, alapítványi bálokat, akkor nyilván mindenki a saját céljait szeretné elérni. Amikor én kézbe vettem a meghívót, akkor ugye rögtön azzal kezdődik, hogy szakma. És fölteszi az ember automatikusan a kérdést, hogy mi az, hogy szakma.
Most ha valaki megnézi a lexikonokat, akkor persze ma már könnyen el lehet érni az interneten, a különböző felületeken a lexikonokat, és megnézi, hogy mi az a szakma, akkor azt látja, hogy ez egy mesterség. Egy olyan mesterség, amelyet el kell sajátítani a különböző iskolákon keresztül, akár mesteremberektől, akár azoktól a elődöktől, akik ebben a mesterségben felnőttek, belenőttek. Én is, amikor megnéztem a Wikipédián, hogy mit jelent a szakma, és utána levettem a polcról érdekes módon a révai lexikont, és kerestem azt a szót, hogy szakma, akkor a 100 évvel ezelőtti 1925-ös révai lexikonban azt a szót, hogy szakma, ezt nem találtam meg. Tehát 100 évvel ezelőtt ez a szó, hogy szakma, ez nem volt. Mi volt helyette? Mester. Mert az, aki egy területen kimagaslót tud alkotni, az nyilván a mai szóhasználattal szakmát tanul, de ugyanakkor egy mesterséget, egy magasabb szintű képzést kap. Tehát a célunk az nyilván itt Karcagon is, a szakképzésen keresztül, hogy mesterembereket képezzünk, akik a saját szakterületükön maradandót és nagyot tudnak alkotni. Ezt követően a végzős tanulók keringőjükkel kápráztatták el a megjelenteket. F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője elmondta, hogy azért fontos a szakmákról való megemlékezés, mert a szakemberek azok, akik felépítették a várost. Mindenképpen azért fontos, mert a szakemberek azok, akik felépítették a várost, hiszen kőművesek nélkül ez a város nem lenne. Azok közül a szakácsok, pékek, pincérek nélkül, vagy festők nélkül nem létezne ez a város, nem létezne az emberi kultúra. És néha egy kicsit úgy gondoljuk, hogy meg lehet erről feledkezni, hogy nem fontos. De ők azok a szakemberek, akiket itt képeznek ebbe az iskolába, azok a szakmunkások, azok a mesterek, ők azok, akik mozgatják és fenntartják ezt a civilizációt, ezt a kultúrát, és minden támogatást meg kell számukra adni, hiszen ők lesznek azok, akik a jövő Magyarországát, a jövő Karcagát is építeni és működtetni fogják. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter arról szólt, hogy minden ilyen rendezvénynek a város életében kiemelkedő jelentősége van. Közösségépítési szempontból a szakképzés támogatása okán is nagyon pontosak, és hát itt a báli szezonnak tulajdonképpen ez az első rendezvénye, jönnek majd további hasonló összejövetelek is. Én külön örülök annak, hogy most a tanműhely fejlesztésére és diákprogramokra gyűjtünk itt a bál kapcsán. Bízom benne, hogy ez az összefogás, ez eredményes lesz. Mindenki jól szórakozik, és ezáltal is erősítjük az intézményt, illetve, ahogy említettem, egy kis bálozó közönség is szokott ilyenkor összejönni. A Covid után, a tél után azért, amikor viszonylag kevés közösségi alkalom volt, most olyan barátok és ismerősök tudnak találkozni, akik egyébként itt a rohanó hétköznapokban erre ritkán találnak módot. Az este további részében Farkas Judit zenész szórakoztatta a nagy érdeműt.